Többszöri szavazás dönthet arról, hogy a református egyház legyen a Rozgonyi iskola fenntartója. Mint ismert, az intézmény szomszédságában épül, és a tervek szerint nyárra el is készül a Kiscsillag református óvoda. Horváth Jácint, a Rozgonyi úti általános iskola intézményi tanácsának tagja szerint a kérdésről nyílt társadalmi konzultációt kell folytatni. Míg Hella Ferenc, a Somogyi Református Egyházmegye esperese elmondta, a jogszabályban előírt ütem szerint fognak felkeresni minden érintettet. Hétfőn a hivatalos közösségi oldalán tett posztban számolt be arról Horváth Jácint, miután számos megkeresést kapott a témában, hogy a nagykanizsai tankerületi központhoz fordult az ügyben. Szerint erre azért volt szükség, mivel nem történt semmiféle megszólalás az illetékesek részéről, és ő sem kapott hivatalos információkat a fenntartóváltással kapcsolatban, pedig tagja az intézményi tanácsnak. Azt kértem, és arra próbáltam rávilágítani, hogy egy ilyen döntést csak és kizárólag a lehető legnagyobb nyilvánosság bevonásával lehet meghozni, és úgy lehet meghozni, hogyha egyetértenek azok, akik érintettek ebbe, hiszen 8x2, 16 osztály van jelenleg is az iskolában, és nem kevés gyermek és nem kevés szülőt érint ez, egyik pillanatról a másikra ez a változás. Mindenképpen az ő egyetértésük kell ahhoz, hogy egy ilyen döntés meghozatalra kerüljön. Az ötlet pár éve fogalmazódott meg, tavaly pedig szülők, pedagógusok is megkeresték Hella Ferencet az esetleges fenntartóváltással. Az esperes stábunknak elmondta, a konkrét folyamat múlt hónap elején indult, és február 18-án juttatt el a tankerülethez a szándéknyilatkozatot, illetve az egyházkerülettől érkezett előzetes jóváhagyást. A lelkipásztor hangsúlyozta, sem a diákokat, sem a tanárokat nem éri semmilyen hátrányos megkülönböztetés abban az esetben, ha a református egyház lesz a Rozgonyi iskola fenntartója. A végső döntést pedig a szülők, az iskola tanárai, vezetői hozhatják meg. A működtetést átveszi az egyház vagy nem, ez tulajdonképpen ezen a szavazáson vagy ezeken a szavazásokon fog eldülni. Ami lényeges, én most a frakciókat megkeresem, beszélgetek velük, hogy mindenki lássa, hogy nem is akarok szavakat, jelzőket használni. Én azt gondolom, hogy szeretnénk részt venni, ha szükséges. Ha nem, természetesen ezzel sincsen probléma. A döntést azt elfogadjuk, és nincs ebből semmi gond. Mi úgy, ahogyan itt volt az egyház eddig is, a református egyház Nagykanizsán, ezután is itt lesz, és tesszük a dolgunkat. A Rozgonyi iskola épülete a város tulajdona. A mostani tervek szerint 15 évig bérelni a református egyház. Azokat a híreszteléseket, miszerint a BLG kapcsán is felmerült a fenntartóváltás kérdése, Hella Ferenc kategórikusan cáfolta.